Ebben a részben a grafikus lehetőségekkel ismerkedünk majd meg. Nyissunk meg egy fájlt. A grafikus lehetőségek, vagyis a folyamat grafikus figyelemmel kísérésére és dokumentálására kétféle lehetőség adódik. Az egyik a folyamat közben az úgynevezett monitors parancssal, a másik pedig a folyamatok végén vagy adott fázisában grafikus output lehetőségek az úgynevezett plot parancsokkal. Most először nézzük a plot parancsokat. A plot parancsok bizonyos kimeneteket definiálnak, amelyeket elmentünk adott fájlokban a későbbi szemléltetés céljából. Az egyik parancs, amint éppen látjuk, az adott változónak az adott térben kifejtett változékonyságára vonatkozó, ezt kontúrnak nevezzük. Kommentoljuk ki most a második parancsot, és nézzük, a kontúr mit mutat. Futtassuk a programot, és látjuk, hogy egy szintvonalas térképet kapunk. A szintvonalas térképen a színek és egyúttal a betűk jelölik azt, hogy a változó éppen milyen értéket képvisel. Tudjuk, hogy a peremfeltételek miatt a felső peremen 1, az alsó peremen pedig 0 nyomás a jellemző, pórus nyomás érték a jellemző, és ezt a domén régióinak a tulajdonságai alapján különböző szinten változtatja. Az egyes színek láthatók a jobb oldali menüben, és az egyes betűk is még plusz elkülönítik ezeket a jellemzőket. A baloldali oldalon a probléma nevét találhatjuk, a jobb oldali oldalon a változót, magát a változónak a változási karakterisztikáját, és alul pedig információkat arra vonatkozóan, hogy hány darab pontból, hány darab cellából, milyen hibával, és az egész doménra vonatkozólag a változó milyen integrál értékkel jellemzett. Írjuk most be a painted parancsot, a kontúr parancsunk változójának zárójelét követően, és futtassuk a problémát. Látjuk, hogy az előzőekhez képest most a szintvonalas térképet ki is színezte a programunk, és nem csak a vonalakat látta el színnel, hanem a területet ki is töltötte ennek megfelelően. Fekete-fehér változatban az előző megoldás jobb lehetőségeket ad. Ez viszont színes nyomtatásnál lehet szemléletesebb. Menjünk vissza a szerkesztő menübe, és definiáljunk egy másik lehetőséget. Jelenítsük meg most egy háromdimenziós felületmodell képébe az adott változónknak a térbeli változékonyságát. Ezt az úgynevezett
Surface. Parancssal tehetjük meg. Futtassuk a programot, és látjuk, hogy egy kétdimenziós felületen a harmadik dimenzióként az adott jellemzőnek a változását találhatjuk meg. Most már több plottunk is van az outputban, ezeket úgy hívhatjuk elő, hogy amelyik plottot szemlélni kívánunk, az egér bal gombjával kettőt kattintunk rá, és akkor azt kinagyítja. Ez a háromdimenziós felület modell egy színezett kontúrként jelenik meg, azonban itt a színeknek megfelelő értékek térben is kiemelődnek. Menjünk vissza a szerkesztő menübe, és próbáljuk most nem a változónkat, hanem az egyik paraméterünket, a K paramétert kimutatni. A K paraméter változékonyságát megvizsgálni, mivel a K paraméter három nagyságrendet változik, ezért éles különbséget kell majd, hogy tapasztaljunk. Futtassuk a programunkat, kinagyítsuk ki kettős bal egérgomb klikkeléssel a K paraméterre vonatkozó outputot, és látjuk, hogy a definiálásunknak megfelelően a domain külső régióján egy 3-as értéknek felel meg, a K paraméterünk, ami itt a szivárgótérben a szivárgási tényező lesz, a domain belső részében, ebben a pacában pedig 10-3-on értékkel jellemezhető. Lépjünk vissza ismét a szerkesztő menübe, és ismerkedjünk meg további grafikus output lehetőségekkel. A következő ilyen lehetőségünk a vektorplot. Itt már be van írva a parancs, mivel ez szerepelt az eredeti scriptingben is. A vektor parancs segítségével egy vektort definiálunk. Mint láttuk, itt nem is a változónkat, hanem annak egy transformált értékét jelenítettük meg, hiszen az U pórus nyomás értékünk egy skalárteret írt rá, ennek a skalártérnek a gradiense pedig egy konstanssal megszorozva egy vektorteret fog leírni, ami nekünk ebben az esetben a jelentése ennek a vektortérnek a Darcy féle sebességvektorok lesznek. Tehát mínusz k-szor gradiensúval definiáltunk egy vektort, és ezt a vektort jelenítjük meg egy vektorplotnak a formájában. Nézzük, hogy ez hogy néz ki, futtassuk a scriptünket, nagyítsuk ki a vektorplotot, és látjuk, hogy a vektorplot esetében a differenciál egyenletünknek megfelelően, a vezérlő egyenletünknek megfelelően, ahogy várjuk is, a magasabb potenciálú helyről a magasabb pórusnyomású helyről az alacsonyabb pórusnyomású hely felé van az áramlás, és a középső térben az ott lévő anyag fizikai tulajdonsága, ebben az esetünkben a kisebb szivárgási tényezője miatt egy jóval alacsonyabb szivárgási sebességek alakulnak ki. Tehát a jóval alacsonyabb szivárgási sebességek a külső régióban elzárják, a külső régió áramlási terétől elzárják a belső régió áramlási terét. Az előbbiekhez képest most egy érdekes dolgot tapasztalhatunk. A jobb oldalon a színezés, bár a korábbiaknak megfelelő, mégis itt alul egy 10-3-os szorzó tényezőt találunk. Tehát az itteni értékeket, amelyek itt a jelmagyarázatban megjelennek, ezerrel osztani kell, hogy a valós szivárgási tényező értékei megjelenjenek. Erre
akkor van szükség, hogyha több nagyságrendet különbözik az itt kiírható 2/10 törtes értéktől a doménban ábrázolt jellemzőnk. Mint látjuk, egy vektortérről van szó, ahol a vektoroknak nem csak a nagyságát, hanem az irányát is láthatjuk. Azt is látjuk az ábrázoláson, hogy a bemenetnél még viszonylag egy alacsony sebességet, a domén körül viszont a szűkületben a kontinuitási egyenletnek megfelelően egy nagyobb sebességet láthatunk. Lépjünk vissza most a szerkesztőben, és vizsgáljuk meg ennek a vektor parancsnak néhány jellemzőjét, illetve lehetőségét. A vektor outputunk vektorértékeinek a definiálása alapbeállításként a vektorgrid parancssal történik. Ezt a vektorgrid parancsot, amely az ábrázolt nyilak nagyságát változtatja meg, az elején, a scriptünk elején, a cím után egy úgynevezett select menüsorban, select részben tudjuk definiálni. A vektorgrid parancs alapbeállított értéke 41. Ennek a nagyságait láttuk az előbbiekben. Ez azt jelenti, hogy a leghosszabb kiválasztott vonal mentén pici vektort definiál a rendszerünk. Most futtassuk a scriptet az újra definiált vektorgrid parancssal, és nézzük meg, hogy mi történik. Nagyítsunk bele kettős balklikkel a vektoroknak a képébe, és láthatjuk, hogy most nem 41, hanem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab vonalat, tehát 10 darab szektort definiál. Nekünk a vektorgrid parancsunk a doménnek a leghosszabb oldala mentén, és így a nyilak nagysága jelentős mértékben megnövekedett, ami lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy az áramlási irányokat jobban szemlélhessük. Lépjünk vissza most a szerkesztő menübe, és írjunk be egy 100-as értéket a vektorgrid parancshoz. Nézzük, hogy mi történik. Ebben az esetben 100 darab pici vektort mutat a leghosszabb vonal mentén az adott vektorgridünk. Látjuk, hogy ez nagyon sűrű, és nem tudjuk ezt a vektoroknak az irányát megfelelőképpen szemlélni ezen a ploton így. Állítsunk be egy 20-as értéket a vektorgridre, visszatérve a szerkesztő menübe, és látjuk, hogy ez az a vektornagyság, legalábbis számomra az, ami a leginkább megfelelő, és ezen tudjuk a leginkább szemlélni, a leginkább megfelelő mértékben tudjuk szemlélni a vektoroknak a nagyságát. Menjünk vissza a szerkesztő menübe, és változtassunk most az egyik jellemzőnkön, ezen a szivárgási tényezőn, mint egy definiált, régiónként definiált jellemzőn, és nézzük meg, hogy így mi történik. Látjuk, hogy a középső régióba megnövekedett a vektoroknak a mérete, tehát megnövekedett a szivárgási sebesség, ugye kisebb ellenállást tettünk be ebbe a régióba, és ezáltal itt már láthatóak vagy szemlélhetőek a vektorok. Változtassunk még tovább, tehát hogy ne legyen benne egy nagyságrendi különbség, csak egy háromszoros szorzói érték, és látjuk, hogy itt is megjelennek az összehasonlítható nagyságú vektorok most már a belső régióban. Térjünk vissza az alapértékre, és most a vektor esetében nézzünk meg egy másik
parancsot, ez pedig a vektoroknak az úgynevezett normalizálása. A vektorok normalizálása a vektor parancs után írt norm parancssal érhető el, ami egységnyi hosszúságra normalizálja a vektorplottunkat. Ebben az esetben a nyilak nagysága azonos lesz, az irányát viszont jól szemlélhetjük az áramlási térnek. Ebben az esetben a színek mutatják a szivárgási sebességek nagyságát. Nézzük meg most a szokásos grafikonábrázoláshoz leginkább hasonló úgynevezett elevation plottot. A parancsunk tehát elevation, és az elevation parancsnál célszerű megadni egy távolságot, vagyis két pont definiálni, a szakasz elejét és a végét, ami között az adott jellemzőnket meg tudjuk jeleníteni. Tehát továbbra is maradjunk az U változónknál, és ezt a 0-1 ponttól a 0-1 pontig tartó egyenes mentén próbáljuk megjeleníteni. Futtassuk a programot, nagyítsuk ki az adott plottunkat, és láthatjuk egy kék vonallal a grafikonhoz kapcsolódóan, hogy hol, melyik vonal mentén próbáljuk megjeleníteni az U változó értékét. Az U változó értékét ezen vonal mentén mutatja, mivel itt az Y változónk a jellemző, az adott vonalunk, itt az 1-es, itt a 2-es pontunk, a kiindulásunk és a végpontunk, és a függőleges tengelyen pedig az U változónkat mutatja a grafikon. Látjuk az ábráról, hogy az áramlási tér, a szivárgási tér elején egy kisebb nyomás emelkedés következik be, utána az áramlási tér közepén véve a metszetünket egy nagyobb nyomásesés esik a kisebb szivárgási tényezőgyű részre, és a nagyobb szivárgási tényezőgyű részre ismét egy kisebb nyomásesés lesz a jellemző. Térjünk vissza a szerkesztőmenübe, és próbáljuk most egy másik metszet mentén elkészíteni az ábránkat. Menjünk az egyik sarokból, a -1 pontból, a túlsó sarokba, a +1 pontba, tehát a bal alsó sarokból haladunk a jobb felső sarokba, ahogy az ábra is mutatja nekünk. Itt az 1-es, itt a 2-es pontunk, és látjuk, hogy ebben a metszetben is egy hasonló alakot kapunk, de nyilván a nagyobb kiterjedésű külső régióra vonatkozólag, csak pusztán a kiterjedés miatt itt már jelentősebb nyomáseséseket tapasztalhatunk. Lépjünk vissza a szerkesztőmenübe, és most egy vízszintes vonal mentén próbáljuk meg ábrázolni az adott jellemzőnket, tehát menjünk a -1 pontból az 1 pontba, itt most csak az X változónk fog változni, mutatja is a tengelyen, a vízszintes tengelyen az X változónkat, és látszólag első pillantásra egy nagyobb változékonyságot tapasztalhatunk, mint a korábbiakban, és nem is tendenciózus ez a változékonyság. Amit még az előbbiekben nem mondtam, hogy itt az adott vizsgált változónkra vonatkozóan egy kiinduló és végpont távolságot, végpont értéket is megad, nem távolságot, hanem értéket is megad az adott plottunk. Ami érdekes viszont itt, hogy megszemlélve a tengelynek az osztását, látjuk, hogy ez az érték, ez az új érték a középső síkban igazából egy konstans. Vizsgáljuk meg
Például a kontúrpontra vonatkozólag itt, ebben a középső síkban ezt az értéket, ami szintén egy konstans jellemzőt mutat. Nézzük meg talán itt a pacának az alsó részén, hogy hasonló értéket tapasztalhatunk itt, itt jelentős eltérésre számíthatunk ebben a sík. Definiáljuk most tehát a mínusz 1, mínusz 0,5, 1, mínusz 0,5 pontot, és nézzük meg, hogy mi adódik. Látjuk, hogy itt már ebben a metszetben véve a változónak a változékonyságát jelentősebb eltérés adódik, és ez az eltérés nagyon hasonló az itt tapasztalható, az itt látható eltéréshez, hogy a széleken egy nagyobb nyomásértéket, a blob paca közelében pedig egy kisebb nyomásértéket tapasztalhatunk. Térjünk vissza a szerkesztőmenübe, és nézzük most az elevation plotot egy vektorra vonatkozóan. A vektorra vonatkozóan az elevation plotunkat természetesen a vektor definiálásával együtt kell csinálnunk, és ennek a vektornak a megjeleníthetősége az elevation plotban kérdéses, hiszen az elevation plot maga egy skalárnak a megjelenítésére szolgál, próbáljuk futtatni a programot, látjuk, hogy az elevation esetében először is nincs definiálva adott érték, próbáljuk ezt az elevation-t futtatni most nem egy adott szakaszon, a from to parancssal, hanem a belső második régiónknak a ring parancssal definiált belső részén. Tehát írjuk be, hogy ring a paca külső peremére vonatkozik ez az érték, és próbáljuk futtatni a problémánkat, és látjuk, valami érdekes dolgot tapasztalunk, mégpedig azt, hogyha belenagyítunk az összefüggésünkbe, hogy két darab változót találunk, az egyik változó az úgynevezett X paramétere, a szivárgási vektorunknak, a másik pedig az Y paramétere a szivárgási vektorunknak, automatikusan a program két részre bontotta ezt a jellemzőt, és az X és Y paramétereknek az értékeit, a nagyság szerinti értékét szemlélhetjük itt, ezen az ábrán. Menjünk vissza a szerkesztő menübe, és próbáljuk most a vektor parancsot, a vektornak a paramétereit létrehozva, az X vektor paramétert, az U skalártérnek nyomás érték változásának az X irányú deriváltjaként, és rögtön láthatjuk a deriválásnak a lehetőségét is a programban, egy D betűt előírva az X koordináta irányában, X koordináta elé egy X irányú deriváltat kapunk, egy Y paraméter szerinti deriváltat pedig így hozhatunk létre, amint az egérrel mutatom. A vektor összepakolása, mivel kétdimenziós problémáról van szó, a vektor parancssal az X és az Y koordináta értékek szerint történik, létrehozva így a V-vektort, és a vektornak a hosszát pedig az X és Y koordináta négyzetösszegének a gyökével hozhatjuk létre, a vektor hosszának a normális, szokásos létrehozása szerint.
Ennek megfelelően a definícióknak szerűen most próbáljuk megmutatni a belső gyűrűre merőleges vektorkomponens értékét és a valóságos vektorhosszoknak az értékét szintén a belső gyűrűn megjelenítve. Próbáljuk ezt ábrázolni, futtassuk a programunkat, és látjuk, hogy az utolsó parancsunkkal, a numerikus hibák figyelembevételével természetesen az előbbiekben jelzett szakaszon a domén körbejárása 1, 2, 3, 4-es, majd újra az 1-es irányban történik, a sebességek először a domén környékén lecsökkennek a 2-es pontba haladva, majd ismét megemelkednek, majd itt a paca végénél lecsökkennek és újra megemelkednek. Nézzük, hogy ezt találjuk-e a vektorok megjelenítésére vonatkozó plotban. Igen, kicsi értékek lecsökkennek a sebességek, majd piros értékek újra megnövekednek, és újra lecsökkennek a sebességek itt a végén. Ezen a ponton a kilépési pont, a paca kilépési pontjának a környezetében. Természetesen a pacában nagyon pici értékek lesznek a jellemzőek. A normál plotra vonatkozóan ez az adott vektornak a felületre merőleges normális értékét mutatja. Ez a normális érték most már nem futtatva a plottot, hanem csak az ábrák között váltva, hiszen nem hoztunk létre új ábrát, nem változtattunk jellemzően a scripten, így most már a script és az outputok között az itt a fenti sorban, ikonos sorában látható két ikon, a scriptírás és a megjelenítés ikon között válthatunk, beelnagyítva ebbe a normál vektorra vonatkozó értékre. Azt láthatjuk, hogy itt a szélén nincsen normál komponense, a gyűrűre vonatkozóan a sebességvektoroknak, itt a felső régióban egy negatív számmal jelzett komponense van, viszonylag nagy értékű, tehát befelé mennek a doménbe az áramvonalak. Itt szintén nincsen a hármas pontban jellemzően a doménba befelé mutató komponense a vektornak. A négyes pontban a vektorunk értékei egy pozitív értéket vesznek magára a belső gyűrűre vonatkozóan, igazából a valóságban ebbe az irányba mutatnak, és visszatérve az egyes pontba ismét megszűnik a vektoroknak az irányultsága befelé a doménbe. Lépjünk vissza a szerkesztő script sorba, és nézzük most a belenagyításnak, a bizonyos régióba belenagyításának a lehetőségét a két dimenzióra vonatkozó parancsok esetén. A belenagyításra a zoom parancsal van lehetőség. Próbáljunk először belenagyítani a kontúrplottunkba. Végezzük el a nagyítást, tehát a zoom parancs. Nagyítsunk bele, tehát a zoom parancsal a vizsgált régiónk felső szakaszában a bal alsó és a jobb felső pontoknak a definiálásával, tehát a zoom után következő zárójelbe a bal alsó plottunkat a mínusz 0,5 x 0 y koordinátával és jobb felső pontunkat az 1x 1 y koordinátával jelenítjük meg. Nézzük, hogy ebben az esetben mi történik. A kontúrplottunkon változtattuk, tehát jelenítsük meg az első plottunkat, és ennek a segítségével
próbáljuk meghatározni a jellemzőnknek, az adott jellemzőnknek a változását. Bocsánat, az előzőekben elrontottam. A Zoom parancssal először a régiónkban az első két koordináta a bal alsó sarkot adja meg, a következő két koordináta viszont az adott doménnek definiálja a kiterjedését, a szélesség és a magasság tekintetében. Tehát megadjuk a kiinduló pontot XY koordinátával, majd a szélességét és a magasságát az adott doménnek. Nézzük akkor, hogy mit kapunk. Az első plottot változtattuk. Minusz 0,5 plontból indultunk, és 1-es szélességgel és 1-es magassággal nagyítottuk ki. A kinagyítandó terünket most változtassunk a paramétereken, menjünk vissza a scriptbe, és legyen csak 0,5 a kiterjedése a doménünknek. Nézzük, mik a következmények. Ebben az esetben a belső pacánknak csak a bal felső sarkát és annak a kontúrját nagyítottuk ki. Lépjünk vissza ismét a szerkesztőbe, és tegyük meg ugyanezt a jellemzőnek a kinagyítását a vektor plottunk esetében, annak nem a normalizált változatánál. Nézzük, hogy működik-e. Futtassuk a scriptet, és látjuk, hogy igen, működik ebben az esetben is, és a doménünknek, most az ábrázolt doménünknek a bal alsó sarkát nagyítottuk ki ebben az esetben. Nem emlékszem már, hogy definiáltuk, igen, 20-szal definiáltuk a vektorplotjainknak a számát, tehát a belenagyításnál a vektorgrid parancsunk maradt az eredeti beosztásban, és a doménünknél a vektoraink kisebb számban jelentek meg, tehát tulajdonképpen egy valóságos belenagyítás történt a doménbe. Amiről még nem beszéltünk, ezek a szöveges outputok. Mielőtt azonban erről szólnánk, nézzük, hogy milyen lehetőségünk van a plotjainknak a kimentésére. Lépjünk most vissza a plottokhoz. Ismét kettős kattintással visszatérünk azokhoz a plottokhoz, amelyeket ki szeretnénk választani. Az adott plotra, esetünkben erre a szintvonalas plotra, amit korábban létrehoztunk, rákattintva, bal gombbal kinagyítjuk, tehát bal gombbal kétszer kinagyítjuk, jobb gombbal kattintva exportálhatjuk az adott plotunkat, BMP, EMF, FPS, PNG, PPM és XPM változatba, a PNG az alapbeállítás, megadja ugye az adott méretét a kimenő plotunknak, megadhatjuk a tolszélességet, ezáltal az itteni színes vonalaknak és az exportált vonalaknak a vastagságát adhatjuk meg. Nézzük meg, hogy mit sikerült kiexportálnunk. Ugye a beállításunk export és 3-as szélesség volt PNG-ben. Az elmentett fájlunknak a neve Contour Zoom. Elmentjük, mivel már korábban ezt létrehoztam, felülírjuk, és nézzük, hogy most ez hogy jelenik meg. A minták között meg kell, hogy jelenjen ez a zoom probléma. Itt van. Látjuk, hogy vastag vonalakkal, viszonylag vastag vonalakkal jelenik meg. Most próbáljuk ezt az elmentést
az alapbeállításba vékony vonalakkal megcsinálni. Újra nyissuk meg a fájlt az előző helyről. Itt van. Látjuk, hogy vékony vonalakkal jelent meg. Tehát a vonalak vastagságát is tudjuk befolyásolni a mentésünknél. Nézzünk most még a szöveges mentésekre vonatkozó, a szöveges információk mentésére vonatkozó lehetőségeket. Lépjünk vissza a szerkesztő menüben a scriptekhez, és próbáljuk erre a kontúr plotra rávinni bizonyos paramétereknek az értékeit. Szüntessük meg a belenagyítást, és vigyük rá erre a plotra úgynevezett report parancssal a szivárgási tényező értékét, például az alapbeállított jellemző értékét, és vigyük rá erre riporttal a változónk integráljának az értékét a belső paca részre vonatkozólag, ezt az integrál parancssal tehetjük meg, és az integrálnál definiáljuk ugye a változónkat, ez az u lesz, és utána a változó definiálás után azt is definiáljuk, hogy hol található meg majd ez a változónk, mivel hogyha ezt nem írjuk be, akkor a teljes doménen lesz egy ilyen definíció, ez azt jelenti, hogy a pacán definiáljuk. Na most kétféle integrálás lehetőség adódik, az egyik az úgynevezett térfogati integrál, ami itt a 2D-s domén esetében egy felületi integrálként jelenik meg, és ez kapcsolódik a sima integrál parancshoz, de hogyha vol integrált írtunk volna erre, vagy area integrált, az ugyanúgy megfelelő lenne, és az egydimenziós integrálás pedig az úgynevezett line integrál parancssal jelenik meg. Most nézzük, hogy a jelentésünk esetében mi történik, tehát mi történik a kontúrplotra írásnál. Bocsánat, az előbbiekben sikerült egy hibát vétenem, beírtam egy 8-ast a zoom parancs után, futtassuk újra az összefüggésünket, és nézzük, hogy a kontúrplot esetében van-e más felirat. Igen, a kontúrplot esetében megtaláljuk a K-nak az alapbeállított értékét, a 3-at feliratozva, megtaláljuk az integrálunknak az értékét, a belső része vonatkozólag, és itt megtaláljuk, mint természetes alapbeállításként az teljes doménre vonatkozó integrál értéket, ez most egy pólusnyomás érték integrál a teljes domén esetében. A hibája ennek az ilyen típusú kiiratásnak az, hogy itt korlátozott számú hely áll rendelkezésre, során rendelkezésre az információk kiiratására. Tehát, hogyha túl sok paraméter definiálunk, akkor egyszerűen túlfut az itt látható rendelkezésre álló karakterek számán a megjeleníteni kívánt információnk, és eltűnik a megjelenítésből. Ennek a kiküszöbölésére használhatjuk az úgynevezett szöveges eredmények megjelenítésére alkalmas outputot, a summary-t. A summary-nek az elkészítéséhez lépjünk most vissza ismét a scriptbe, és készítsünk el egy summary-t. Írjuk be a summary parancsot, és definiáljuk a summary parancshoz kapcsolódóan, hogy mit szeretnénk kiíratni rá vonatkozólag. Írjuk ki, írassuk ki a K paramétert egy report parancssal,
ugyanúgy, mint az előzőekben. Írassuk ki tehát a K-paramétert, ugyanúgy, mint az előzőekben. Írassuk ki egy külön részre az előbbiekben meghatározott integrál értékét, és írassunk ki valamilyen szöveget, például azt, hogy a summary-nek vége. Nézzük, hogy mi történik, sikerült ezt a szöveges jelentést létrehozni. A szöveges jelentés létrehozásához kattintsunk most a futtatásra, és nézzük, hogy mi történik, nagyítsuk ki a szöveges jelentésünk, igen, létrejött. Megvan ugyanúgy a szím, megvannak az alapparaméterek, amelyeket minden plotra felír. Információként a programunk megvan a K paraméter a teljes domére vonatkozólag, megvan a változónknak a blobra vonatkozó integrálja, és megvan a szöveges vége is. A summary-nknak így a summary end szöveget is kiírta a programunk, tehát lehetőség volt egyéb szöveges megjegyzéseknek a beszúrására is a kimeneti paraméter fájban, a kimeneti outputban. Menjünk most vissza ismét a megjelenítéshez, bocsánat, a scripthez, rendezzük egy picit a fájlunkat, és ismételjük át a plottokra vonatkozó információkat röviden, tehát a plottokkal megjeleníthetjük a programnak azokat a változóit, illetve a változóknak bizonyos jellemzőit, amelyekre mi kíváncsiak vagyunk. A kontúr parancsal egy szintvonalas térképet hozhatunk létre, ezt színezhetjük. A painted parancsal erre riportokat készíthetünk, különböző jellemzőknek a jelölésével, így megismerkedtünk az integrálásnak a fogalmával. A surface parancsal létrehozhatunk egy háromdimenziós felületet, amelyet a kétdimenziós doménen egy jellemzőnek az ábrázolásával hozhatunk létre, de ehhez lehet egy definiált paraméter is, aminek a megoszlását vizsgálhatjuk az egyes régiók között. A vektor parancsal vektorokat jeleníthetünk meg, de a vektorokat külön definiálhatjuk a definíció régióba x és y koordinátájukkal, majd összepakolhatjuk őket egy vektorrá, és a hosszukat is megjeleníthetjük. A vektor parancsal a vektorokat megjeleníthetjük vektor formátumba, így a vektor grid parancsal a select parancs részhez kapcsolódóan definiálhatjuk a vektorok számát a leghosszabb vonal mentén a doménben. Belenagyíthatjuk az egyes régiókban, a vektor parancsnál is, ugyanígy a kontúrnál és a surface-nél is megtehetjük. Meghatározhatjuk ezeknek a vektoroknak a normál koordinátáját, illetve a hosszát is úgy, hogy csak a doménben jelenítjük meg egy NOR parancssal őket, illetve a doménnek bizonyos részein, például a belső gyűrű vonalán létrehozhatjuk a normál komponenseit a vektoroknak, vagy pedig a vektornagyságokat megjeleníthetjük. A summary parancssal szöveges riportot hozhatunk létre, amelynél a riportokat egy külön lapra írjuk, nem pedig az adott plotnak az alsó sorába. Ez ugye magában rejti azt a lehetőséget, hogy esetleg nem fér ki az információ, amit ki akarunk iratni, és így a summary-ben egy külön lapra írhatjuk ki ezeket az információkat, ahova külön szöveges megjegyzéseket is fűzhetünk. Itt zárnám a soraimat, és egy rövid bevezető nyújtottam, vagy próbáltam nyújtani ezen kurzushoz kapcsolódóan a FlexPedia véges elemes modellező rendszerbe. Köszönöm a figyelmet!